Szeretettel köszöntök mindenkit innen az Artsalon társalgó galériából, a nappali kiterjesztett valóságából. A mai reflexiót, ami egyúttal Kokas Ignác Csengelei Piéta című kiállításának a finisszázsa, tőlem szokatlan módon egy idézettel kezdeném Vörös Sándortól. Hosszú a virágfüzér, kéztől kézig ér, valamennyi kézen át, kezdettől végig ér. Szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Berecki Lórándot. Igazából nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad ezt a különleges meghívást, ahol összesen annyit mondtunk, hogy sztorizni fogunk. Igen, nekem a Vörös Sándor jutott rögtön eszembe egy sztori. Egyszer meghirdettek pályázatot festőknek, kortárs festőknek, a Petőfi Irodalmi Múzeum, hogy fessenek portrét a velük egy korban, ha nem is azonos korúak, de akkor futó irodalmárokról. És többek között a Kokas Nácit is meghívták, ő pedig a Vörös Sándor kapta, hogy róla készítsen egy portrét. Na most sokkal összetettebb és bonyolultabb volt az ő művészete és világlátása, mintsem, hogy odaüljön egy ember el és megcsináljon egy portrét. És rögtön beleásta magát a költészetébe, egyébként is ismerte, szerette, becsülte, de csinált vagy 6 változatot, amiből 2 a Nemzeti Galériában van, egy nagyon érdekes, egy fekvő alak, de csak a kontúrja és a Vörös Sándor idézet van benne fölírva. Tehát egy érdekes probléma volt, hogy kínlódott, de ugyanakkor is nagy szeretettel és élvezettel csinálta a portrékat, és ebből van egy nagyon szép, amire nagyon büszke vagyok, mert azt én frissen, mikor megszületett, megvettem tőle. Az a címe, hogy volt nekem egy vaskalapom, és elvitte a béka. Most is az egyik kedvenc művem, és hogyha ránézek, akkor eszembe jut nagyon sok minden Kokas Náciról, és eszembe jut nagyon sok minden Vörös Sándorról. És az számomra az izgalmas, hogy két ilyen teljesen egyedi hangú, a szokásostól, a bevettől, olykor az elvártól, eltérő módon gondolkodó és alkotó emberek milyen hihetetlen, izgalmas módon tudnak egymásra találni a költészet és a képzőművészet. Tulajdonképpen ugyanazt mondták mind a ketten, hogy az életről beszéltek. És ez nagyon jó jött nekem, hogy te pont egy Vörös Sándor idézettel kezdtél. Igyekeztem. Egyébként a mesterről azért az a hír járja, hogy tulajdonképpen ő történetekben élt, és folyamatosan történeteket mesélt. Mi a legemlékezetesebb története? Nem tudok kiválasztani, egy füzért tudnék előhozni. Könyvet akartunk csinálni Borsos Misi barátommal, Kokas Ignác művész úrról, többek között róla, és többek között a képekről. A képeknek megszülettek a fotói, és akkor, na most akkor mit írjunk, vagy hogy legyen, mi legyen ebbe a könyvbe. És akkor mi eszünkbe jutott a Misivel, hogy mennyi csodálatos történetet hallgattunk mi a náci bácsitól az élet különböző mozzanatairól. Összepakoltunk és fölmentünk a náci bácsihoz, és mondtuk, hogy náci bácsi, arra gondoltunk, hogy ezt a könyvet neked kéne írni. Nem vette rögtön a lapot, mert tulajdonképpen ő arra készült, hogy majd most jönnek okos emberek, és hihetetlen nagy vehemenciával fognak mindenféle dolgokat írni róla. Mi meg arra gondoltunk, hogy sokkal jobban fogják a képeket bemutatni, és az embert, a művészt, a gondolkodását, a látásmódját, akkor, hogyha az ő történeteit leírja. Egy hosszas húzavona után ráállt, hogy
Jó, de akkor majd egy hét múlva gyertek vissza, és megnézzük, hogy egyáltalán tudok-e két-három betűt egymás után leírni. És jó, visszamentünk egy hét múlva, akkor már nagyon benne volt a történetek írása, ezeknek egy részét mi ismertük, mert elmondta nekünk. És kíváncsiak voltunk arra is, hogy lesz-e olyan a leírt szöveg, olyan ízes, mint amikor ő elmondta. Hát még ízesebb is lett a történetek egy része, és annyira belejött a Náci bácsi a történetek írásába, hogy már kezdtünk félni, hogy abba adja a festést, és minden csak írással fog foglalkozni, de én azt hiszem, hogy nincs az a művészet történész, filozófus, vagy mit tudom én ki, aki ilyen összetetten és szépen tudta volna bemutatni Kokas Ignácot és Kokas Ignác művészetét, mint ahogy abban az emlékezetes könyvben ezt a Náci bácsi összefoglalt. Ebben a könyvben az utolsó történetnél van az a híres mondást, amit mindig idéznek, hogy festek, mert boldog vagyok, festek, mert boldogok az emberek, festek, mert boldogtalan vagyok, és festek, mert boldogtalanok az emberek. Ez valami olyan izgalmas és hihetetlen hitvallás, arcpoetika, ami a Kokas művészetének a lényegét bemutatja. Sokat gondolkodtam, hogy hogy lehetne összefoglalni, mert sok mindent el lehet mesélni. Azt hiszem, az a lényege, hogy Náci bácsi azt akarta, hogy legyen köze az embereknek egymáshoz, hogy legyen kapcsolat az emberek között, hogy érdeklődjenek egymás iránt, hogy vegyék észre azt a világot, ami körülveszi őket, és vegyék észre azt, hogy ebben a világban a tisztesség, a békesség és a szeretet az, ami meghatározó. És ezért tudott ő egyetemes lenni, mert ő úgy mondta, hogy ha én a babuskádba fenéken billentek egy kutyát, azt New Yorkba is érezzék meg, de ez így van. Ez így van, mert amikor a Velencei Biennálén a 60-as évek végén szerepelt a Náci bácsi, akkor tényleg ott egymás után csodájára jöttek a különféle országokból ott lévő művészek, művészettörténészek, és meg volt akkor győződve, hogy ez tulajdonképpen nálunk is születhetett volna. Ez olyan, mintha dél-amerikai lenne, vagy japán, vagy spanyol. Tudnék, tényleg az, hogy a természetből indult ki, és az emberhez jutott el, és az embert úgy kezelte, mint a természet részét, és a természetet úgy kezelte, hogy mint egy személyiséget, ez tényleg egyetemessé tudta tenni az ő művészetét. Csak érzékel hozzá. Az az érzésem, hogy a Kokas, aki a 20. század és a 21. század első évtizedének és a 20. század második felének a legjelentősebb magyar festői egyike, valószínű, hogy később fog beérni. Tehát egy kicsikét egy későbbi korhoz beszélt, vagy egy későbbi kor fogja megérteni mindazt, ami benne volt. Majd amikor ebből a világból kikopunk, amiben fontosabb egy géppel való kapcsolat, mint az emberi kapcsolat, ez el fog múlni egyszer, tehát nem, semmi nem tart örökké, ezt pontosan lehet tudni, akkor elő fognak jönni azok a művészek, akik tulajdonképpen arról akartak meggyőzni bennünket, hogy önmagunkat ismerjük meg, és önmagunk megismerésén keresztül érdeklődjünk a másik ember iránt is. És nem tudom másképp mondani, csak azt, amit eddig is mondtam, hogy legyen kapcsolat, legyen kontaktus ember és ember között. Kokas Ignác azért nagyot alkotott egyébként tanárként is, ugye hát a képzőben tanított nagyon hosszú ideig, és én emlékszem ebből az ominózus zöld könyvből, hogy azt mondta, hogy a szerelmet mindenkinek a saját bőrén kell megtapasztalnia. Ez igaz. És erről az jutott eszembe, hogy valószínűleg ugye tanárként is ezt
a hitvallást képviselte. Ugye azt szokták mondani, akik nála tanultak, hogy ő igazándiból nem tanított, hanem rávette kísérletezésre a növendékeit. Tehát, hogy jól idézem ezt? Nem, klasszikus értelemben talán nem tanított, tehát nem ment oda korrigálni, hogy ezt a fekete vonalat ne ide húzd, ne oda, hanem oda, nem ez a fajta volt. Ő a művészet teremtésének, hogy mondjam, etikai oldalát, érzelmi oldalát emelte ki a gyerekeknek. De mondok én egy igaz történetet, fönn a legmagasabb emeleten a képzőművészeti egyetem, most akkor főiskolán volt a műterme, ahol ő dolgozott, tanítás közben is ott tudott dolgozni. És egyszer elmentem meglátogatni, és kivételesen nyitva volt az ajtó, mert bezártam mindig, mikor festett. És azt láttam, hogy van egy kis asztal, és az asztalon van egy sárga tök, ilyen dísztök, egy kancsó, meg még valami, meg drapéria. És ott a náci bácsi nagyon keményen festi a csendéletet. Mondom neki, hogy mit csinálsz, náci? Azt mondja, hogy meg akarom tudni, hogy ezek a kölykök miért nem akarnak csendéletet festeni. Tehát... fényképész közben szólt, hát ezért nem akar. Igen. És ezért lett jó a zöld könyvünk, mert én azt fotóztam, amit ő festett. Megmutassam neked? Ő meg azt festette, amit látott. Amit látott. És még az is izgalmas volt benne, ezt már elsütöttem máshol is, de muszáj mindig elmondani, hogy ő nem könnyedén festett. Tehát ő menet közben is gondolkodott, tehát hogy mondjam, nehéz szülés, így szokták ezt mondani. És mentünk föl hozzá, és ott volt két gyönyörű kép, teljesen kész. Azt mondja, hát ez még nincsen kész, ebbe meg itt belenyúlok, de most ilyenkor az történik, hogy nincsen kész, elkezd még festeni rajta, és szétesik az egész, valami mizé. Az meg, hogy oda behúz valamit, megint ugyanez lesz a probléma. És mondtuk, jaj, ne nyúlj hozzá, ez nagyon szép, nagyon jó. Aztán az a felemenet, hogy elszégyeltem magam, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez egy kész kép volt, csak ő nem ezt akarta megfesteni, ugye? Tehát kereste még azt, ami az ő bensőjében, elméjében, szívében, lelkében megfogalmazódott. Tehát sohasem akart kiszolgálni semmit. Csak a tisztesség és az önmagából fakadó lényegkeresés az, ami foglalkoztatta őt festőként. Ha jól tudom, akkor híres volt arról egyébként, hogy a hozzá visszakerülő saját képeit átfestette. Igen, az életveszélyes volt visszaadni neki képet, mert belejavított, ugye? Mert lehet, hogy ennek is két oka lehet, hát nem lehet ezt tudni pontosan, mert lehet, hogy az akkor már más gondolt arról a dologról, de a tájképekhez nem igen nyúlt hozzá, de az ő minden képe tájkép tulajdonképpen, mert neki a táj az egy személyiség volt. És a tájban fölfedezhető személyiségvonások, azok benne is nyilván a tapasztalattal, a gondolatok, hogy mondjam, cizellálódásával biztos változtak. De hogy mondjam, olyan furcsa egy erről beszélgetni, mert nem is volna szabad elbagatelizálni, de ugyanakkor nem lehet ilyen epebajos komolysággal beszélni, mert egy olyan összetett figura volt, és annyira szerethető, és annyira figyelmet igénylő, de nem úgy igényelte, hanem az ember automatikusan fordult felé, hogy mit mond a náci bácsi. És tulajdonképpen az a fő probléma, hogy nekünk, akik szerettük és becsültük, tulajdonképpen hiányzik. Nem az hiányzik, hogy most nézzünk új kokasképet, persze jó lenne, nem ezért,
azért hiányzik, mert vele való beszélgetésbe megmérhetette magának az ember. Megforgathattam a saját gondolataimat a vele való beszélgetésbe, és mindig tudott reagálni, és úgy nézett ki, mintha valami egész másról beszélne, és a végén kiderült, hogy arra válaszolt, amit az ember mondott. És nem, azt se kell hinni, hogy valamilyen ilyen Mikulás-szerű bácsika lett volna, akinek mindig csak a jót. Volt neki nagyon kemény kritikája, volt neki nagyon komoly meglátása. Volt, akit szeretett, volt, akit nem szeretett, de akkor is valami olyan jelenség volt, ami ritka, ami tulajdonképpen a jó művészek és az igazi művészek adottsága. Irodalomban is lehetett ilyet találni, más műfajban is lehetett ilyet találni. Tehát én úgy érzem, hogy ez a nagy vonulathoz tartozik, tehát amilyen a zenében a Kodály, Bartók, stb. Ebben a vonulatban, a képzőművészetben valahol ott van a helye a Náci bácsinak is. Nagyon szépen köszönöm. Rendkívül tanulságos. A tájkép. Igen. A tájkép. Ott mögötted, ami van. Az is minden. Minden tájkép. Elmondanád annak a narratív történetet? Mert ez a tűzoltó véremnek muszáj. Ez a kép, ami számomra maga a világ, maga a kozmosz, ez egy tarlóégetés. Nem több, mint egy tarlóégetés. És mégis ugye ott van benne a kozmosz, vagy ott van az a kép, az elszáll a madár. Az sokkal több van ebben, mint hogy egy madár elszáll, és ennek a látványa. Ebben a látványban a elveszett vágyak és dolgok iránti kötődésünk. Ez egy érdekes dolog, az ablak motívum sokszor megjelenik a Náci bácsinál, és hogy a kitekintés, hogy most tulajdonképpen kitekintek, és azt látom, hogy elszáll a madár. Lehet, hogy a madár a boldogság felé megy, lehet, hogy én itt maradok, de nem egyedül ezekkel a gondokkal, de nem ez a benyomása, tehát nem egy szomorú kép, annak ellenére, egy kicsit talán melankolikus, ez lehetne a jó szó hozzá, de az úgy gondolom, hogy az ő művészetének a lényege azt, hogy elvonatkoztatott, és ezt az elvonatkoztatást visszafordította a gondolatrendszerbe, formákba, foltokba. Ez meg a festészetnek a lényege, hogy formákba és foltokba, színekbe tudja visszaadni azt az érzést és gondolatot, ami megfordult a fejébe. Ebből is következik, hogy a mű nem ez a kérdés, hogy ez a kézmozgás megvan-e, tehát hogy tudok-e feltétele, hogy tudjak például rajzolni, de a dolog később születik meg, valahol az agyba és a szívbe, és akkor már csak meg kell élni, hogy a kéz engedelmeskedjen az agynak és a szívnek. Igazándiból én mindig azt érzem a kokas képeken, hogy egyszerre van jelen a realitás, és közben pedig jelen van az a szűrő, amin ő átszűrte tulajdonképpen a tapasztalatait. Tökéletes. Így van. És tökéletes. Mindig egyébként Vörös Sándornak ez az idézete jut eszembe, hogy ugye alattam a föld, fölöttem az ég, és bennem a létre, hogy ő valami ilyesmit testesített meg, tehát hogy a képek, amik itt körülvesznek minket, ezek első látásra víziók, ugyanakkor egy pillanatra sem tudunk megfeledkezni arról, hogy amúgy meg tájképek, és egy nagyon sajátos kifejezés módot alkalmaznak, ahol egyszerre van tulajdonképpen jelen minden. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy beemeli az élet drámaiságát a normalitásba. Igen, ez azért érdekes, amit mondtam, mert ez
mindig a nagyművészek sajátja, hogy úgy tudnak a világról szólni, hogy mutatnak valami egyedit, és azok lehetnek bármilyen reális élmény alapján kialakult képe, és ebbe az egyedibe belefoglalják az egész világot. Ugye, és hogy ez egy összetett tehetség, mert ha azt a zöld könyvet, mert ezt mi így hívjuk, ezt a zöld könyvet kezedbe veszed és olvasod a történeteket, akkor meg vagy róla győződő, hogy ezt egy író írta. Ugye? Egyébként én mindig csodálkozva nézem, hogy meg irigykedve, hogy az igazán jó művészek nem csak egy műfajba tudnak alkotni. Kell annál izgalmasabb olvasmány és szebben megírt olvasmány, mint a Latinovicsnak a Kötszurkálója. Hát, hogy az egy irodalmi teljesítmény, ugye? Láci bácsiak is ez a könyve, ez egy irodalmi teljesítmény. És az a vicc, amit mondtál, az benne van az írásaiba is, hogy van valami konkrét kiindulópont, és akkor ebből a konkrét kiindulópontból épül föl az egész a látomás utána. Mert hiszen, ha csak egy példát mondjak neked az írásokból, én meg vagyok győződve, hogy ő tényleg tudott beszélgetni a rókával, meg a hollóval, meg mindenki. Meg vagyok győződve, hogy amikor ott térdepelt kint, és úgy festett, összenőve a földdel, a természettel, akkor nyilván tudott beszélgetni a rókával is. Ugye? És amit a róka mondott neki, amit ő mondott a rókák, az ott olyan irodalmi formában fogalmazódik meg, hogy bármelyik képéhez hasonló értéket képvisel. És ez a kép címe, hogy nagyon tondó. Hát az, tondó. Ugye, tehát megadja neked a lehetőséget, hogy elé állj, és hagyd, hogy amit látsz, amit érzel, amit gondolsz, az legyen a lényeg, és abban próbáld magad összemérni ezzel a képpel, meg avval az üzenettel, amit megfogalmazott a művész. A zöld könyvben van egy történet, amit elmesél, egy gyerekkori történet, hogy félt a holdtól, és akkor, hogy az üvegcserépben megcsillant a hold, és ez adott neki egy támaszt, hogy tulajdonképpen tovább tudja vinni a holdnak ezt a kérdő, vagy számon kérő tekintetét talán, és úgy fejezi be a történetet, hogy egyszer talán megfestem ezt az üvegcserepet. Én úgy érzem, hogy az összes képen ott van ez az üvegcserép. Biztos. Egyébként ez érdekes. Szerintem minden ember fél a holdtól. Hogy miért, nem tudom. De eddig itt tapasztalatom és találkozásom emberekkel, mindenki fél. Én is féltem. Jó, most már öreg vagyok, mert én már nem félek semmitől. De egy dologtól, szenvedéstől, semmi mástól. Az, hogy az élet véges, az természetes. Nincs semmi probléma vele. De az, hogy ne kelljen ezért szenvedni, mert nincs túl jó kitalálva az emberi lét vége. Ugye? Tehát, de ezt hagyjuk, ez nem jó vezet. Mert a Náci bácsi minden egyes képén az élet igenléséről, az élet szeretetéről beszélt, és hogy van értelme az emberi létnek, hogy van értelme az emberi kapcsolatoknak, hogy van értelme egy szép tájat megnézni, van értelme egy virágzó fára rácsodálkozni. De tulajdonképpen ez a művészet hivatása. És ezt kevesen tudják olyan jól gyakorolni, mint ahogy ezt Náci bácsi tette. A hold tisztelete azért az ugye nem idegen a különböző vallásoktól sem. Hogyan nyilvánul meg a szakralitás Kokasmesternek a művészetében? Hát ez is speciális, mert mondok egy történetet. Válba
ahol ő született, felnőtt, és ahova visszatért, tehát nem hagyta el a szülői házat, amikor a szülei elhaltak, akkor ő azt a házat tovább gondozta, és ő oda is járt sokat. És a Váli templomban, az Ürmösi féle templom, az egy nagy klasszicista templom, ahol a náci bácsi Kohut nagyapja asztalosként a padokat csinálta. És mi elmentünk a templomba, nem voltunk, azt hiszem a Misi is ott volt, együtt mentünk be a templomba a náci bácsival, és mutatta, hogy ezek a padok, és itt ebbe a padba találták meg azt a iratot, tulajdonképpen időkapszulát, azt az iratot, amiben megírták, hogy az öreg Kohut csinálta a padokat. És azért nézelődünk, előkerült a plebános. És nagyon kedvesen beszélgettünk, ők ismerték egymást, és azt mondja, hogy nem láttalak, mester, már régóta a templomba. Hát nem jössz a templomba, szóval minek jöjjek, hát több közön van nekem a te főnököthöz, mint neked. Hát ez a náci bácsi szakralitása, hogy való igaz, hogy ő neki lelkében, gondolataiban több köze van a főnökhöz, és egyáltalán az a fajta hit, ami össze tudja kapcsolni a transzcendenst az emberivel, az leginkább a Piétán jött ki, a Csengerei Piéta című képen, ahol tulajdonképpen ez a kiállítás arra szerveződött, hogy ide elhoztuk és bemutattuk. Ez egy kápolnából való, ahol ezt a képet a náci bácsi úgy megfestette, úgy, hogy többször járt ott, és nagyon élvezte a tanya különféle megnyilvánulásait. Ez egy tanyán van a kápolna, és megfestette azt a piétát, amely egy meghalt, de dacos, aki harcol, aki minden piéta homorú a náci bácsi, domború, mert ő szembeáll, és mivel áll szembe? Egy olyan ember kéz által konstruált szerkezettel, ami lehet, hogy transzcendens, de biztos, hogy köze van az emberhez is. Tehát az a fajta, tehát az emberi gyarlósággal való szembeszállás és szembeállás, és ami el tudja pusztítani az embert, és hogy az a hit, hogy ezt kell kikerülnünk, hogy ez a gyarlóság eluralkodjon rajtunk. Hát rendkívül önreflexív ez valahol, mert hogy esendőségeink nyilván vannak, de ugye az, hogy ezek hogyan nyilvánulnak meg más emberek felé a kapcsolatokban, talán ez lehetett a vezérmotívum? Lehet, nem tudom, mert náci bácsi úgy tudott megjelni, és úgy tudott kinézni, mint a legesendőbb ember a Földön. De én még kevés olyan tudatos embert tudok mondani a saját ismeretségi körömből, aki ennyire tisztában volt a hivatásának a fontosságával, ennyire tisztában volt azt, hogy a hivatását művelni kell, és annyira tisztában volt, hogy ezt a alkotó folyamatot nem befolyásolhatják emberi gyarlóságok és emberi gyöngeségek. Sőt, az az érzésem, hogy ő pont ez ellen, az emberi gyarlóság ellen akart tenni a képeiben, mikor a madarakat megfestette, akik harcoltak, akikkel ő is harcolt, amikor a tájképeit, a kifejezetten tájképeit megfestette. És van abban valami jelképes dolog, hogy kiment festeni kint a plenerbe, abszolút nem plener képeket, csak kint a plenerbe, festett úgy, hogy letérdelt a földre, ott volt előtte, összenőtt a földdel. Egy lett avval a világgal, amiről ő mesélt a képeiben is, meg mesélt az írásaiban is, meg ami ő maga volt.
a csoda. Úgy hiszem, hogy mindnyájunkban él valamiféle csoda, különben nem jöttünk volna ide a földre. És Arthur Miller gyönyörű gondolatával zárnám ezt a beszélgetést. Azt hiszem, végül mindnyájunknak muszáj az életét a karjaiba venni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott ebben a beszélgetésben, illetve aki követett minket Kokas Ignác Csengelei Piéta című kiállításában.